Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké nem. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor föltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a, vacsora, a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult, Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt, Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak köves engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg, Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Kését talányos az Úr Jézus kijelentése János apostolról, azt akarom, hogy így maradjon. Nem lehet tudni, hogy mire vonatkozik ez az így hiszen előtte éppen Péter sorsáról beszélt az Úr Jézus. Igaz, azok a szavak is eléggé rejtélyesek, de mégis kihámozható, hogy itt az apostol élete végéről van szó, amikor fiatalabb voltál, és ha megöregszel. Jánosnál viszont az így jelentheti a nőtlenségét éppen úgy, mint a kedves mi voltát, amit az Úr Jézus is méltányolt de mivel Péternek az élete végéről jövendőlt, ezért értelmezték az Úr Jézus szavait Jánosnál is hasonlóan. Így maradjon, tehát ne öregedjen meg. Ha Jézus föltámasztani tudott halottakat, sőt, ő maga föltámadt, akkor nem csak a halálon tud alkodni, hanem nyilván az időn is. Miért ne lehetne úr az idő fölött, az öregedés fölött is? sőt az évek múlása úgy tűnt, igazolja is ezt a föltételezést. Az apostolok közül Szent János élt a leghosszabb ideig. Persze az Úr Jézust elsősorban a lelkiek érdeklik. Péternek azért beszélt a haláláról, mert tőle, mint az egyház vezetőjétől, igen komoly hűséget várt el ismerve az apostol változékony természetét, biztosítani akarta őt arról, hogy mind halálig hűséges marad. Jánosnak viszont, akire az úr az édesanyját, Szűz Máriát bízta, a szeretetteljes voltát akarta megőrizni, mint halálig. Ez a szeretet pedig nem csak Szűz Máriáról való gondoskodása miatt volt nagyon fontos, hanem magának az egyháznak a kezdeti nehézségei miatt is. A zsidó küldöző magatartása, majd Jeruzsálem pusztulása a pogányok közé sodorta az egyházat. Abban a közegben pedig igen fontos volt a kezdeti szeretet megőrzése. Nem véletlen hozza föl ezt az egyházaknak küldött levelekben, üzenetekben az Úr Jézus a jelenések könyvének elején. Ebben az illált helyzetben Szent János szeretete volt a viszonyítási alap és pont az egyházközségek számára, milyennek is kell lennie a Krisztusi lelkületnek. És pontosan ezért ír erről részletesebben is a leveleiben az apostól. A hagyomány szerint pedig aggastyánként Szent János már csak egy dolgot tanított és prédikált, szeressétek egymást. Ebben foglalta össze mesterének minden tanítását. Igaz, maga az Úr Jézus is ezt az egyetlen parancsot adta ránk. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Hiszen ez a szeretet az ismertető jegyünk, hogy mi Krisztuséi vagyunk, és ez a szeretet, ami igazi tanúságtételünk ebben a világban. A kérdés az, hogy miránk is, mondhatná-e az Úr, akarom, hogy így maradjon. Nagy szorgosan pótoljuk tehát mindazt, ami még hiányzik az igazi szeretetünkből. Amen.